szökenik gondtalanul, mint ahogy a mezei nyúl. S jönne felém egy ifjúr, s ránéznék ártatlanul, mint a falusi lány, aki pirul is áll, és széken lősen elszalad, a halálkorodra jégyakad. S ha még követ továbbra is, megszólalok nap is, han is, és kényesen fordulok, de közben egyre tudorok. Elnézést kérünk a kedves nézőktől, rövid időre megszakítjuk a muzsikálást. Ami engem illeti, mindig nagyon nagy örömmel beszélgetek Házi Erzsivel, viszont most először a televízió kamerái előtt Kólodi Andrást pedig több okból hívtam meg ide ma este. Egyrészt, hogy segíts nekem a beszélgetésben, másrészt tudom, hogy bár a te pályafutásod korábban indult, mint a Házi Erzsié, de Erzsi pályakezdése óta ez a két
pályafutás párhuzamosan fut egymással. Sőt, igen, ültem a nézőtéren, mikor próbát énekelt az operán. Igen? Mit énekelt akkor Erzsé, és hogyan? Tomá Hamletjének a Ofélia űrlés jelenetét énekelte nagyon jól, és a varázsfúvolából a egyik, vagy mind a két? Mind a két. Éj királynője állított a körülbelül. És azért is hívtalak még ide, mert hiszen te vezényled a mai műsor több műsorszámát is. Na, mai műsorról esett szó. Erzsé, miért kezdte a Denevér Adéliával ezt a műsort? Talán azért, mert a Denevér harmadik felvonásában Adél egy vélt igazgatónak mindenféle arcokat vág. Színésznő akar mindenképpen lenni. És azt hiszem, hogy ez sikerült is nekem. Elérnem a pályafutásom alatt. Igen, hát Adél arról énekel, hogy szeretne királynőt alakítani, szeretne nagyvilági dámát alakítani. Hát azt hiszem, maga alakított királynőt, dámát, és még nagyon-nagyon sok más egyéb figurát is. Tényleg hány évű szerepet énekelt idáig? Hát nagyon nehéz lenne összeszámolni. Közel 40-et. És sok kis szerepet. 40 szerep, ez 40 figura, 40 vérmérséklet, 40 alkat, 40 különböző ember. Hogyan közelít egy figurához? Hogy mondjam, saját maga belebújik egy figurába, vagy hagyja, hogy a figura, hogy mondjam, hogy is fejezzem ki magam, szóval inkább maga uralkodik a figurán, vagy a figura uralkodik magán? Hát ez nem olyan egyszerű ezt kifejezni, ez tulajdonképpen úgy történik, hogy a önmagamat kihagyni belőle semmiképpen nem tud az én maga, sajátomat, magamat. És aztán próbálok belebújni a figurába, természetesen saját magamon keresztül. Nyilván. Hadd szóljak itt közben, mint kollega is, mint néző is, mint őszintén szurkoló, mert azt hiszem a karmester egyik dolga az, hogy a színpadon történteknek egy ilyen őszinte előmozdítója legyen. Én azt hiszem, sokkal több ez, mint 40. Ez a nagy szerepek száma, rettenetes sok, ha végig gondoljuk. És tulajdonképpen 40 vagy ennél több arc és jellem és megjelenítés, egy óriási kaleidoszkóp, rendkívüli tarkaság. De ennél azt hiszem, sokkal színesebb és érdekesebb egy embernek a személyisége, és a sokkal többre képes, mint 40 vagy 50. Én abban érzem a Erzsi színpadi és művésznői nagyságát, hogy mindezeket a figurákat ő aprólékosan, műgonddal, zeneileg is színpadi eszközökkel is életre kelti, de ezeken átsüt és átforrósodik az ő személyisége. És én azt hiszem, hogy én itt hallgató, ha ezt a 40 figurát egy tökéletesen azonosult előadásban hallgatom meg, akkor ezek az emlékek nagyon gyorsan elmúlnak. Ha ebben a 40 figurában egy jelentős művész személyiségnek az erejét és a varázsát viszem magammal, akkor nekem az a Papagéna, vagy Vérnász leány, vagy Manon, vagy bármelyik másik szerep, az ettől a perctől kezdve, hogy vele hallottam, többet jelent, és az én emlékeimben ez már úgy él, mint a házit alkotta Manon, és a többi. És én azt hiszem, hogy ebben a módszertani vitában itt ez az érdekes és a jellemző erre a néhány esztendőre, amit itt együtt eltöltöttünk. Tulajdonképpen te már bizonyos fokig jellemezted Házy Erzsé pályafutását, de most kérjük meg őt, fogalmazza meg a művészi hitvallását, ha úgy tetszik, ars poetikáját. Egy szó, ügyszeretet. Soha nem pénzért, szerepért, lehetőségekért, tapsért, hanem az ügyszeretetért tettem. Azt hiszem, hogy ezért mindent meg is kaptam. Szerepeken keresztül, a színháztól és egyéb helyekről. Mindent elértem, azt hiszem. Úgy vettem ki a szavaiból, valami olyasmire célzott, hogy tulajdonképpen sok mindenről le is mondotta a pályafutása kedvéért. De ugyanakkor azt hiszem, nagyon sokat gazdagodott is, ugye? Hát ez természetes. Hozzám kerültek a híres nagy szerzők, akiket talán, ha más pályám lett volna, talán kikerültem volna, vagy más utat nyert volna az életem. Így aztán sokat gazdagodtam. De azért a szerzők is nyertek, hadd vágjak a szavadban, mert köszönöm szépen. Az utolsó évtizedekben nagy sor új magyar operát mutattunk be, és ezeknek a
női figuráknak a megformálásában azt hiszem, hogy a szerzőre is kiható erővel oroszlán része volt Erzsinek, és ez megmaradt szerencsére lemezen is, alakításban is, emlékben is, ott él köztünk tovább, és azt hiszem, ezek a modellek, ezek a további alkotó munkában egy mércét jelentenek. Szerzőket emlegettünk, itt van előttem a mai műsor, mai hangverseny, ha úgy tetszik, sorrendje. Hát itt a szerzők, Johann Strauss, Purcell, Gluck, Pergolesi, Mozart, Gounod, Puccini, stb. Gershwin, Bizet, Carmen, kártyaária. Azt hiszem, ez valami egészen új, ugye? Közösen követtük el most. Igen? Én nem tudom, de talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Carmen az mélyebb női hang, mint Házi Erzsi hangja. Igen. Akkor ez hogy van még? Ez feltétlenül mezzó vagy alt, az általunk megszokott, igen, meg személyesítője. Annyit azért a mentségünkül, hogy a szerző bizonyos pontokon kétféle megoldást írt be a kottába. Tehát ő lehetővé tette, hogyha egy kivételes primadonna egyéniség azokat a mélységeket nem győzné, akkor egy magasabb megoldást, tehát az is hitelesnek számít. Azt hiszem, hogy itt az a kérdés, hogy ki állít a színpadra egy Carmen figurát elsősorban. Színpadon énekelte már Carmen? Nem, Erzsi? Soha még. Nem is óhajtotta, nem is képzelte ezt el magának? Volt róla szó, csak ez ideig nem értettem vele egyet. Úgy gondolom, hogy a szerep nem lehet azonos hangszín a Mikaela hangszínével. De azért, hogy egészen őszinte legyek, rendkívüli módon izgat. Talán még sor kerülhet rá. Egyszer a rádióban egy élőadás keretében megkérdeztem Házi Erzsit, hogy mi a szerep álma, és akkor azt válaszolt, hogy Sarastro. Szélemhez kaptam, igen. De most hadd kérdezem meg megint, még egyszer, hogy mik a tervei, miket szeretne közeljövőben megoldani? Hát először is karban tartani jelenlegi szerepeimet. Szerepeimen keresztül önmagamat rehabilitálni, az a legnehezebb. Akkor valaki egy szerepet rosszul elénekelt, vagy közepesen, és utána sikerül valamit javítani rajta. Ez rendkívül nagy dolog, arra vagyok általában mindig a legbüszkébb. És azon kívül természetesen, ha feladatot kapok, azt mindig pontosan ugyanolyan nagy lelkesedéssel fogom elvégezni, ahogy eddig. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a kedves nézőknek azt ígértük, hogy csak rövid időre szakítjuk meg a muzsikát, éppen azért fejezzük is ezt be, és lássuk a műsor további részét. Felicidad, legyél te.
Yeah.
egy szót sem szóljak. Csit, csit, ha bárki úgy sem lesz. Csit, csit, ha bárki úgy sem lesz. A férfi csúfa a mérges, a hangos szóra a nyíves. Ha, ha, sütje, sütje, kéne. Maradjon csendben, egy szót sem szóljon. Csit, csit, az máské úgy sem lesz. A férfi csupa édes, a hangos szóra édes. Mit édes szerlek tiltó, mit édes szerlek tiltó. Csit, csit, csendben, csit, csit, maradjon ott. Oh!
az ifjú, hogy mi rangja van, és vajon hogy hívják. Merje ben, per
bikáknak szarvat, lónak bakákat, futást adott a nyúlva, a rosszállnak fogós nagy száját, halaknak úszást, madárnak szárnyalást, és a férfiaknak ebéd. Nőknek mi sem maradt már, mi hát mit áll? A szépség minden pajzs helyében, minden gyerej helyében, a tűz, a vas hatalmát, a nő, a szép legyőzi. Thank you.
Várlányom egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is megyek, egyet-kettőt fordulok, mindjárt ott felek. Mindjárt én is megyek, egyet-kettőt fordulok, mindjárt ott felettem. Nem szabott, mert én onnél nem tudom.
csinálok. Whoa.